Újra a Győri pályát koptatja a 44-szeres válogatott labdarúgó Priskin Tamás. A csatárral kedden a klub 4 éves szerződést írt alá, így 2018. június 30-ig a zöldfehéreket erősítheti. A Rév Komáromi Center 8 év légióskodás után tért haza. Korábban éveket töltött a Premier League-ben, az angol másodosztályban, majd orosz és osztrák csapat keretéhez is tartozott. Nagyon örülök, én mindig is hangoztattam, hogy szeretnék majd visszatérni. Hát most eljött ez az idő, nagyon örülök neki, úgyhogy várom a mérkőzéseket, és remélem, hogy mielőbb játszhatom újra. A támadó most visszatért nevelőegyesületéhez, ám ide szerződtetése nem ment éppen simán. Csak nehezen tudott megállapodni Priskin korábbi együttese, az Austria Wien és az Eto. Az anyaklubom az ragaszkodott ahhoz, hogy pénzét szeretnének eladni. Ugye ment az egyezkedés a két klub között, de nagyon örülök, hogy pont került az ügy végére, és úgymond pozitív hatása lett ennek a dolognak, és ide kerültem, úgyhogy tényleg boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy sikerült megállapodni a két klubnak. Priskin Tamás az IFK Göteborg elleni visszavágón még biztosan nem léphet pályára, de vasárnap, ha a papírjai is rendben lesznek addigra, és Horváth Ferenc vezetőedző is úgy gondolja, a Paks elleni bajnoki nyitányon már újra felhozhatja az Eto zöld-fehér mezét.